5-4-1-re nyerte csoportja utolsó bajnoki mérkőzését a zöld-fehérben játszó Partium FC csapata Berettyó szép lak válogatottjával szemben. Az évad 25 mérkőzéséből 24-et nyert a Partium, a feljutás biztosra lehető volt. Nem csak sportszakmai szempontból nagy előrelépés és egyben kihívás is a negyedliga, hanem abból a szempontból is, hogy egy magasabb szinten tudjuk képviselni azt, amit kitűztünk célunknak, a magyar sportélet fellendítését. A bajnokavatón jelen volt Mészöly Kálmán, 61-szeres válogatott focista. Akarni kell, szeretni kell ezt a labdarúgást, de most nem csak ebbe az osztályba, mindenhol. Na most az, hogy idáig jutottak, ez egy nagyon nagy dolog, és ilyen sportszerű körülmények között, amelyik ő ezt csinálták, ehhez csak gratulálni lehet. Tőkés László európai parlamenti képviselő szerint meg kell becsülni a legkisebb eredményt is, hiszen Erdélyben több évtizeddel ezelőtt elsorvasztották a magyar sportéletet. Itt egy hétköznapi hősiességnek lehetünk a tanúi. A pénz uralt a sportéletben amúgy is rendkívül nehéz, hát még hogyha egy magyar csapatról van szó. A Partium FC vezetősége gondot fordít az utánpótlásra, amelyre nagy szükség lesz a negyedligában is. Jelenleg 4 gyermekcsapattal foglalkoznak. Egyedüli, határon túli csapatként a Partium FC részt vesz a magyarországi Bozsik programban. A Berettyói falai körzethez tartozunk, ahol aminek a keretén belül most voltunk Tégláson, június 6-án, és onnan 3 gyereket be is válogattak a Hajdúbihar megyei válogatottba. Talán emiatt és a magyarországi akadémiai rendszerbe való bejutási lehetőség miatt választja egyre több szülő a Partium FC gyermekcsapatait. Elég jók az edzések, és másokat fejlődtünk a csapathoz, hogy szerintem jól fog menni. Az egyetlen kívánságom meg azt akarom, hogy a magyar válogatottnál játszok, és egy jó futballista legyek. 2 hónapja kerültem a Partiumhoz, és most beválogottak a Puskás Akadémiához, és onnan remélem kijutok egy nagyobb csapathoz. A 7 évvel ezelőtt alakult Partium FC játékosainak célja, hogy a negyedligában bekerüljenek a legjobb 5 közé. Ezt a keretet meg kell tartani, sőt, egy kicsit erősíteni is kell. Egy magasabb szint, valószínűleg több pénzt kell majd költenünk, többet kell utaznunk, kötelezően el kell tartanunk egy ifi csapatot, és megtartjuk a helyet az 5. osztályban is, tehát megmarad a Partium 2. Széles Tibor csapatkapitány ebben az évadban 26 gólt szerzett a Partium FC-nek, így ő lett az idei gólkirály. Technikás csapat vagyunk, de minket egy rossz pálya az nagyon hátrány, nagyon nagy hátrány nekünk. Egy jó pálya az nekünk egy előny lenne a mi szempontunkból. A siker után 2 hét szünet következik, majd a Partium FC megkezdi a felkészülést a következő évadra.